spotkania. Konia bunko őrült, apja refániás. Barátja egy beszélő kutya, nem más. Félelmetes szápák és extrém tinik. Johnny virtuálisan a holdra utazik. Harcol és átváltozik, de mindenre fényderíthetsz. Egy újabb nap egy fiú életében. Johnny Test, Johnny Test, egy újabb itt Henken Corman, a bimbózó izgalom ülén a Forkbeli botanikus kertnél. Hosszú sor várakozik arra, hogy láthassa Petalumát, a 18 méteres csoda ibolyát. Ó, el kell vinnem a gyerekeket az ibolya ünnepre, hogy láthassák ezt a virágot. Olyan fáradt vagyok, kell a reggeli műzli, hogy felébredjek. Majdnem megettem. Tartsd! Most mit csinálsz? Küldöm a gyártónak ezt a fotót és egy e-mailt, hogy találtunk a müsliben egy bogarat, és hogy többet nem veszünk. Üzenem, hogy legyen több májva cukorűrhajó és jobb árak, és karamella, és jobb árak. Szállj szabadon, repülj haza, szárnyas barátom. Ó, parancsolj ebéd! Azt hiszem megvan. Nézd, átírtam a növekedési reakció képletét. Elfelejtettük a hetest. Jaj, ezt hogy hagyhattuk ki? Ha nem lenne a stabilizáló kamra, ki tudja, mi történne? Igen, sosem lőném hátba egy kutyát! Au! Talán mégis. Hé, hányszor mondtuk, hogy nincs paintballozás ideben? Mivel nem figyeltek, kénytelen voltam a pillanat stop sugarat használni. Szóval így akartok maradni, vagy távoztok a laborból? Egy kis lantás a maradás, kettő a távozás. Bocs, de lövéskezben voltam. Mi ez a sok fa, meg az a fura kinézetű lámpa? Növekedés gyorsító. Kis élőlényeken kísérleteztünk, gilisztákon meg bogarakon. De a növekedésük túl instabillá vált. Ha fel tudjuk gyorsítani a fák és más növények növekedését, segíthetünk pótolni az eltűnő erdőket. Johnny! Most is a ti hívátok! Csomag érkezett a test családnak! Egy egész karton zapfehely! Ez már csak így működik. A cég engesztelésként küldte, mert bogarat találtál a termékükben. Így biztosítják, hogy ne veszítsenek el, mint vásárló. Szóval minden cég ezt csinálja. Igen, mind. Ez egy undi belépő az ingyen fagyihoz. Jó, most mondd, hogy ingyen fagyi. Most e-mailezd el a fotót a cégnek azzal, hogy soha többet nem veszünk tőlük fagyi. Fagylalszállítmány Johnny Testnek. Mennyire jó ez az ingyen fagyi? Őrült csillogás a fiú szemében. Mire gondolsz? Hogy a bogarak királyak, és hogy más ingyen cuccokat is szerezhetnénk. BMX-eket, redgás kartonokat, sárkányrepülőket, karamellás popcornt, meg az egész listámat. Meg szalonnát, sztéket, szalonnát, csülköt és szalonnát, igen! Bogárvadászat! Vágjunk bele, kutya! Először új görkori kell! Király! És ingyen szalonnával még jobb! Még több szállítmány Johnny tesznek! Johnny, honnan van ez a sok holmi? Omahából, egy része, a többi kínai. Úgy értjük, miért van ez így? Meg akarnak őrizni, mint vásárlót. Tényleg? A hónap édesrépájának hiányozna a pénze? Jó, igazat most! Fotókat küldtem a cégeknek azzal, hogy bogarat találtam. Mi? Ezt sem hiszem, hogy ezt tetted! De te mutattad meg nekem! Mi? Amikor bogarat talált a műzliben, azt nem mondtam, hogy fossza ki a cégeket, mint egy kalóz? Ez hazugság, és mindent visszaküldünk, úrfi! Nem tarthatnám meg legalább a görkorit, meg a pesgőfürdőt a kertben! Nem!
ezt mind vissza! Pezsgő? 32 kényeztető fokozat és trópusi hanghatások, még egy gorillát is elálltak. Johnny, így kihasználni a cégeket helytelen! Bizonyítékként az apáddal a következő órákat a pezsgő fürdődőben töltjük, de nem fogjuk élvezni. És nincs több ingyen bogarastusz! Úgy néz ki, ennyi volt? Addig nem, amíg nincs meg, amit a leginkább akarok. Extrém kvadkerék sárkeverő! Elfogytak a bogarak a kertből és a házból is. Mi? Hogy? Miért? A laborba! Hello, bogárka! Segíteni fogsz nekem, hogy... Ez nem jó jel. Ez még rosszabb. Ez megmagyarázza, miért volt az üvegben. Miért kellett kinyitnod az üveget? Most futnunk kéne. Gondolod? Legalább a nővéreid kísérleté teszi meg, nem minket. És bezártuk. Talán észre se veszik, hogy kiszabadult. Egész álló nap el tudnám nézni, ahogyan gyilkocsit most. Johnny! Gondolom észrevettétek, és még nincs jó mentségem. Akkor talán mondd az igazat! Oké, kellett volna egy katica egy utolsó ingyen cucchoz. Tudod, Johnny, van erre egy mondás. Megerítél! Tényleg? Hát nem ugrik be. Ennek a katica bogárnak is instabillá vált a növekedése. És éppen ez az oka, hogy a stabilizáló kamrában volt. Jól van, kieresztettem a nagy bogárát. Ugye csak elszáll és megkeresi a fajtáját. Hát egy módja van megtudni. Itt Hank Anchorman! Kitört a káosz a Porkbeli botanikus kertben, mert egy vad óriás katicabogár kezdett tombolni az Ibolya ünnepen! Hogy az a? A legnagyobb félelmünk, hogy valamiképp bejut a meleg házba, és megeszi az egyedülálló petalumát, a 18 méteres csoda Ibolyát, a világon egyedülálló virágot! Minél többet eszik, annál nagyobb lesz, és ha megeszik egy óriás Ibolyát, ki tudja mekkora lesz, meg kell állítanunk! És az alatt, hogy mi titeket értek! Mi? Állj, miért én? Tettél bármit, hogy megállíts Johnny? Nem, de védelmemben kutya vagyok, és elvakított az ingyen szék és szalonna illata. Cinkosságban bűnös. Oké, környezetbarát eszközökkel szerelünk fel titeket, a pillanat stopsugárral és a melaszpuskával. Vagy ti csináljátok, és kutyus itthon marad. Próbálkozz csak, addig a növekedés gyorsító fordított üzemmódján dolgozunk. Hé, Kati! Itt vagyok! Tudod, markánsan mély hangja van lány létére. El az útból, Johnny! Ha? Addig elaltatjuk a bogárkát! Véglegesen! Na, de akkor nem csinálhatok ezzel ilyen! A csodába! Szép volt, cowboy! Miben, hogy nem menne megint? Bocsi! Meg kell állítanunk a bogarat, mielőtt megeszi a csoda Ibolyát! Próbáljuk ki a lányok melaszpuskáját! Tűzelj! Ajaj! De jobban is lett a terv, mint amennyire bevált. Erősítést kérek, légi és földi csapásmérés. Ez aztán szívós egy kislány. Akkor jöhet az Elter, vagy ez? Melyiknél tartunk? Nem. Jó, csak nevezzük Elternek. Van bárkinek bármi ötlete? Nem. Visszamegy végezni az Ibolyával. El kell kapnunk azt a bogarat. De hogyan? Hogy kapunk el egy bogarat, ami ilyen nagy? Van egy ötletem. A jó öreg bevált módon. Ti terejétek el a bogár figyelmét. Hé, bogár! A mamád gyomokat eszik! A papád pedig büdös bogár volt. Ó, ez nem tetszik? Akkor beszélj a hátsó majcsajszik! Ez jó volt! Koktuszkert! Én csak vicceltem a fenék dologgal, és nincs érvem. Megvágy! Itt Hank Anchorman, az óriás bogarat a régi bevált módszerrel fogták el. Rátett egy üveget egy óriás fiú. Állj, ez nem a régi módszer, de kit érdekel a 18 méteres óriási bolya és a természet megmenekült? Még mennyi idő? Egy perc.
kérdezhetsz-e kevesebb, mint amikor legutóbb kérdezted? Ez tökre nem ér. Túl nagy vagyok, hogy használjak bármit is, amit a bogarakkal szereztem meg. Mindegyiket kipróbáljuk helyetted, legalábbis hétvégén, mielőtt újra dolgozom. Ne félj, Johnny, a hatás napokon belül elmúlik, és újra normális leszel. Csak úgy győzhettük le a bogarat, hogy téged nagyobbá tettünk. Még azt sem próbálhatom ki, amit a leginkább akartam. Elmondhatatlanul elképesztő, Verda! Hé, vigyázz azzal az izével, visszaküldjük! Hát, kielvezem, amíg tart. Minden ujjammal egyesére. Némó teszt. Üdvözöld! A lakódílusz! Johnny szeret tenger alatt járó! Egy teljesen működőképes víz alatti lakójármű szuperacéllal erősítve. Mélytengeri felfedezésre és szupertitkos felderítésre terveztük. És biztonságos? Ezt fogjátok ti kitalálni. És később benéz a tábornok, hogy felülvizsgálja a teszt eredményét. Aha, mi van a belsejében? Mondjuk turbó visszahúzható karok, szuper víz alatti lézer, 500 mérföldes szonár, torpedók és egy mini frigó a nasinak és üdítőnek. Teletömet mini frigó. Torpedók. Nyomás! El sem hiszem, hogy a lányokat kedvenc kajáinkat pakolták be. Én sem. Imádom a pulyka mellfilét. Úgy van, széles barátom. Oké, teszt parancsnok, mi a mélység? 10 000 valami. Ha, megnyerted a fogadást? Biztos voltam, hogy ekkora nyomást nem bír ki. El sem hiszem, hogy még éljenek. Hogy? Mi meg már is a felszínre megyünk, hogy kiköthessünk. Jó. Nem! Johnny, ki kell ülje a szuperállat torpedót. Johnny, ezt a gombot nyomja. Tehát működik a lézer. Na, hol az a torpedó gomb? Mi történt? Egy óriási tinta megtámad bennünket. A hangsúly azonban, hogy óriás. Jó ötlet lenne tesztelni a visszahúzható karokat. Vigyél a felszínre, most, most! Hát nem léhettük ki a torpedókat. De legalább a király jetskin mehetünk haza a Porkbellybe. Sziasztok! Én meg úgy ünneplem a sikeres tesztet, hogy katalogizálom az őshonos fajokat a titkos szigeten. Én pedig megvárom a tábornokot és közlöm bele a jó hír. Akció indul! Oda nézd, micsoda csodálatos, hatalmas katonai erő! Az új lakotilusz akár 10 000 méteres mélységet is kibír. Őrült kisöcsiket! Ó, úgy érzem, muszáj elvinnem ezt egy próbakörre, de azonnal! Rendben, és melyik gomba torpedó? Imádom a torpedókat! Ki volt az? Mi ez? Altatógáz! Vétel méri, megtámadtak! Ismétlen megtámadtak! Oké, első fázis teljesítve! Most jöhet a második fázis! Hé! Hey, Susan, Vétel! Vétel! Ez nagyon rossz! Most meg mi van? Johnny, elrabolták a lakótíluszt! Aha, ja, az kár, de kicsit sok a dolgom. Benne volt a tábornok és a nővéred is! És már is ráérünk. Vissza a szigetre, fiú! Ki kell menteni Susant, a tábornokot, meg a lakótíluszt, de főleg Susant. Ne félj, elintézem! Johnny teszt lesz a te nagy megmentőd! Hívtad feketét és fehért? Van jobb ötleted? Jöttünk, amilyen gyorsan tudtunk. Mit viselnek? Kémek vagyunk, Johnny. Vagyis időnként álcáznunk kell magunkat. Azt hiszed, én vagyok nevetséges, nézd őt! Mi az? Olyan küldetésre készülök, ahol a rossz fiúkat a spirituális képességeimmel győzöm le. Bim, szala, bim, szala, bim, bim! Hey! Ez csak a standard antigravitációs csuklóágyú. Fekete-fehér a küldetésük, hogy megmentsék Susant és a tábornokot. Részleteket most! Bemértem a lakótílus GPS jelét. Egy közeli szigetről érkezik. Jaj, ne! Jaj, ne? Miért jaj, ne? Ki a sziget? Ó, drága Susan Tess! Ahányszor azt álmodtam, hogy ilyen közel vagy! Az nem volt benne, hogy meg fognak
leketezni az én saját tudósaim! Mindig azt mondtad, Susan, tesztet akarod. És most megkaptad. Jó, de engem is elkaptak! Mivel én nyilván csak járulékos kár voltam, miért nem láttak hozzá, hogy eloldozzanak aranyos kis gonoszok módjára, hogy elporuljam a fenetüket? Erre aztán várhat? Akkor azt magyarázzák el, miért kötözték meg Eugene-t is? Mert elegünk van a cselszövéseiből, csak hogy randizzon Susan Tesztel. Kell egy ámornyila, hogy elraboljam Susan Teszt szívét. Kell egy bájital, hogy Susan Teszt belém szeressen. Hát végeztünk! Ti annyira kivagytok rúgva. Nem rúghatsz ki! Felmondunk! Ami azt jelenti, hogy kezdődhet a tervünk harmadik fázisa. A felszereléseddel saját labort nyitunk. A saját kísérleteinkkel, amelyek közt nem szerepel Susan Teszt. Hé, ne engem vádoljon! Sose randiznék vele! Ó, ne már! Sose mondd, hogy sose! Egyébként a lakutíruszt magunkkal visszük és elárverezzük, hogy beteljesítsük vele a négyes fázist! Aztán a saját magánszigetünkön, ahol a saját kísérleteinket csináljuk végezetül... Mi lesz a világuralom? Azt a... ezek begolyóztak. A behatoló jelző! Megérkezett az ötös fázis. Ötös fázis? Ugye nincsen ötös fázisunk? Az, amikor az öcsém és az ikernővérem megment minket. És amikor az én ügynökeim elparolják a feneküket. Mit visel az a kettő? Ahó, ők kémek, átszázzák is magukat. Bevértem a lakótílusz helyét. A tábornok és Susan a föld alatti kikötőben lehetnek. Mint hallottam volna ezt már valahol. De lefogadom, hogy ezt még sosem láttad. A génsebészet által létrehozott pterodaktél. Igen, ezt már biztos láttam valahol. Gyorsan a tűzhányóba! Micsoda véletlen. Jó, ez ijesztő volt, de izgi. És ott van Susan. Szedjetek ki innen! És ott van a tábornok! Hello, fiúk! És itt vannak a halálos lézersugarak! Jöhet a tervünk hatos fázisa! Hatos fázis? Nincs is nekünk hatos fázisunk! Most már van! Végleg elpusztítjuk Johnny Tesztet! Meg a kiskutyáját is! Kutyus nem szeret hatos fázis! Te lézert kaptál a laborunkból! Dühös vagy rám? Most nem! Itt merész megoldásra van szükség! Igen! Ami veszélyes! Igen! Ami táncolható! Igen! Tessék! Nyugi tábornok! A bongommal megmentem! Ez a fickó dinta! Épp most áll felülvizsgálás alatt! Gondoljátok át, öregeim! Oké, most jön az én belépőm! Bim-szala, bim-szala, bim-bim! Ha! Tudtam, hogy az antigravitációs csuklóágyuk érnek 9 milliárd dollárt! Most szabadítsatok ki! Ha! Meg tudja szagoltatni a saját haonájukat? Tetszik, ahogy gondolkozol, Johnny! Bim-szala, bim-szala! Megérdemlik! Ti meg előléptetést érdemeltek! Ja, meg ennél jobb áruhákat az álcához! Susan, szerelmem! Bár nem igazán érzem a lábamat, és az egész testem totál elzsibbat! Én csak remélem, élvezted az összekötözött időt! Ó, persze, remekül éreztem magam, és te is dilinyós vagy! Velem mi van? Oldozzatok el! Majd szólunk a mamádnak, hogy éppen le vagy kötve a laborban. Húzzunk! Ezt is megérdemelték! Én vezetek! Szakasz, indulj! Na jó, hogyha eloldoztok, megszerzitek Susant, elpusztítjátok Johnnyt, dupla bérrel visszaveszlek titeket, és elfelejtem, hogy valaha is elárultatok. Rendben! Hú, ez necces volt. Ez pedig pulyka mellfilé. Igen, ezen a lakótíluszon van minden. Most már társaságunk is van. Ezért Eugene a hibás. Szóval keményen játszunk, mi? Lássuk, hogy szeretik a végzett torpedóit! Jól vagyok! Már megint a lézergombot nyomtam! Lássuk, mennyire szereted az én lézeremet! Torpedó! Én is jól vagyok! Hát megint rossz gomb volt! Mégis nagyon hatékony volt, Johnny! Használd a piros gombokat a kormányon! Oh, már érzem, milyen jó! Mellé. Én is tudom! És összesen ez a két torpedónk volt! Végünk!
Nem ért minket. Mi legyen? Johnny! Épp csak a mosogatót nem vágtuk hozzájuk! A konyha! Ez az! A mini frigót! Johnny! Elveszett a józan eszed! Nem, de most elvész az ebédünk. Étel? Miért állítana meg az étel? Még elkaplak, Johnny, te ezt! De most komolyan, tökre el foglak kapni! Képzeljétek, megéheztem. Mitől vagyok éhes? Víz alatti küldetés teljesítve! Igen! Ez már csak meg kell hagynunk, Johnny! Nosival telibe nyomni azt a tenger alatt járót kiváló ötlet volt! Jó, de muszáj volt kilőni az összes pulykát! Hé, mi olyan vicces? De komolyan, hol a pulykát? Finn and Jake are getting up to all sorts in a new episode of Adventure Time, next on Cartoon Network. Dream, 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 dream.